Azt hiszem, hogy most tört rám úgy igazán a nyugalom, amikor is tudom, hogy talán idénre úgy már befejeztük az utazásokat, vége a nyárnak, pontosabban nagyon jó idő van, de hogy így érzi az ember, hogy már nincs az az igazi nyár, és szeretek nektek hasonló videókat gyártani, kedvences videókat, nyár kiértékelőt, ezek mind rajta vannak a listámon. Tehát a mai videó az első része lesz a nyári kedvenceknek, ahol különböző termékeket mutatok meg, arcápolás, smink, hajápolás, és ilyen random dolgok, amik máshova nem illenek bele, mert a következő részben a ruhatár kedvenceket fogom majd megmutatni nektek, azt is majd igyekszem legyártani, nem decemberben, hanem valahogy majd figyelek rá, hogy időben legyártsam őket. Lehet, hogy ezt a hétvégét rászánom a videózásra, még nem tudom. És igen, tudjátok, hogy mennyire utálom az őszt és a telet. Nem várom, nagyon nem várom, utálom. Ezekről az ilyen ízadságszagú Hello ősz és Pumpkin Spice Latte meg hasonló kózi dolgokról nem is beszélve, mindegy, hagyjuk, nem szeretem. Nem tetszik, kész, ennyi. Nézzétek, nem szeretnék senkit ezzel lehúzni, vagy megbélyegezni. Amúgy ti csináljátok jól tényleg, mert a legjobb dolgokat látjátok az őszben, hát én nem. Viszont a random dolgokkal fog kezdeni, azokkal a dolgokkal, amik úgy érzem, hogy egy részről segítettek nekem, és igazán látom a hatását, vagy például itt van egy vitamin, amit szedek már egy ideje, és szerintem használ. És próbálkoztam már egy ideje kollagénnal, de hogy így inni ezt én nem szeretem, semmiféleképpen nem. 3 hónapja szedem ezt a kollagén kapszulát, napi 2-t, és úgy érzem, hogy van hatása, vagy én ennek tanúsítom, de aztán rá is térek mindjárt a következő dologra, ami biztos, hogy nagy hatással volt rám, vagy arra, hogy például a bőröm kinéz. És én ezt a kollagén komplexet rendeltem Amazonról, így néz ki. Ugye én próbálkoztam többféle mindennel, ilyen ivós szarságokkal is, én nem szeretem ezeket a megivós kávéba, nem tudom miben rakkós, bármit. Nekem fontos, hogy kapszula legyen, és akkor látjátok is, hogy mi van benne. Ilyen hüaluron, gojibogyó, zöldte, a biotin, szelén. Tehát elvileg ez nem csak a bőrre jó, hanem a hajra, meg mit tudom én, mire, csontokra, izé. És amit én észrevettem, az az, hogy szebb a bőröm. Nem tudom, hogy a kollagéntól-e, de szebb a bőröm. Kapok még pattanást, igen, viszont egész nyáron szinte alig hordtam a lapozót, és át is változtattam a rutinomat, sokkal természetesebben sminkelek, kevesebb fedéssel, erre majd mindjárt kitérek a sminktermékeknél is, mert egyszerűen azt érzem, hogy a bőröm valahogy kisimultabb és üdébb. Ez nem biztos, hogy csak a vitamintól van, de szeretném ezt így bebeszélni. Amit még észrevettem így a kollagénnél, az az, hogy a lábujjaim kevésbé ropognak, ezek általában nekem mindig reggel, amikor felkelek, így az összes 10-et kiropogtatom, amíg elsétálok a WC-hez. Ezt annyira most nem veszem észre, szerintem a bőröm állapotán is látható. Talán, mintha észrevenném, hogy a hajam kicsit gyorsabban nő, de nem nagyon. Inkább általában a lábaimon veszem észre, hogy a szőr, vagy hogy gyakrabban borotválkozom, nem lett több szőröm egyszerűen, csak hogy hamarabb nő. Szerintem ez is ettől lehet. Viszont a másik csodaszer, ami aztán felülmúl minden más dolgot, minden kapszulát, minden bármi csodaszert felülmúl. És most már több mint 2 hónapja figyelek rá, hogy megfelelő mennyiséget vigyek be a szervezetembe. Az a víz, nem vodka, hanem víz, és nem hiszem, hogy az, hogy az én bőröm szebb lett, meg hogy jobban érzem magam, meg hogy üdébb, az csak a kapszulának köszönhető, hanem szerintem annak, hogy figyelek a vízfogyasztásra, és minimum 2 litert egy nap megiszok. Minimum. Hogyha meleg volt, hogy 3-at is megittam, és az elején nagyon, nagyon kemény volt. Tehát, hogy akkor így nyomtam magamba a vizet, csak nyeltem, és erőltettem lefele, és nem volt annyira kedvem hozzá, és nem is tudom elmondani, hogy miért nem ittam ezelőtt több vizet. Egyszerűen mindig volt rá valami kifogás, mindig azt mondtam, hogy jaj, az én munkám az olyan stresszes, és akkor egyfolytában rohangálni kell a WC-re, gyerekek. A munkám még mindig stresszes, de megvártak eddig is a páciensek, és most is megvárnak, és többet megyek WC-re, de nem érdekel. Sokkal jobban érzem magam, és biztos vagyok benne,
hogy ez segít. Biztos vagyok benne, hogy ez jó a bőrnek és mindennek, az egész szervezetnek. A legnagyobb részünk ebből áll, ugye? És ahogy teltek, múltak a napok és hetek, észrevettem, hogy kell, hogy szükségem van rá, hogy már nem kell annyira leerőltetnem. Nyilván emlékeztetnem kell magam rá, mert például napokon, amikor utaztunk, vagy autóban ültünk sokat, vagy repülőn, már éreztem azt, hogy szomjas vagyok, vagy így jön egy ilyen nyomás a fejemben, és akkor már érzem, hogy szükségem van a folyadékra. Úgyhogy ez az a másik nagy dolog, ez a kettő szerintem, ami úgy igazán, most így üdévé tette az én bőrömet, úgy gondolom, és ezt én onnan gondolom, hogy üdében nézek ki, nem csak onnan, hogy nyilván magamat megnézem ott a körben, hanem onnan is, hogy az egyik legnagyobb megfigyelő kritikusom az anyukám észrevette. Tehát ha anyával találkozom, akkor mindig általában az szokott lenni, hú, mennyi pattanásod van, hú, milyen karikás a szemed, hú, milyen fáradtnak tűnsz, hú, és múltkor anyánál voltunk, és azt mondta anya, hogy milyen szép az arcod, milyen szép az arcbőröd, ritka az ilyen, úgyhogy biztos vagyok benne. Tehát ha már ő észrevette, akkor ez hat valamit. Úgyhogy elsősorban víz, másodsorban pedig szerintem szuper ez a kollagén kapszula, és mindenképpen újra fogom venni. Nekem ez így sokkal egyszerűbb, én nem szeretem ezeket az iszogatós dolgokat, bármilyen szarságot, valamiféle ízzel, nekem ez nem kell, ráadásul sokan isszák kávéhoz reggel, én nem reggelizek, nem kávézom, nyilván kivétel nyaralás, mert most zebezaba volt nyaralásom, tényleg érzem is magam, hogy biztos, hogy hisztam, és biztos, hogy nem éreztem annyira jól magam aztán, mert ugye én nem szoktam reggelizni, én időszakos böjtölök, és most már egy hát már 4 napja ismét, hát nem reggelizem, egészen délig semmit nem eszem, csak vizet iszom. Ebbe az is beletartozik, hogy nem iszik az ember kávét, legalábbis én nem. Én nem tudok eszpresszót inni semmi nélkül reggel, akkor borzasztóan én gyomorégést kapok, tejet nem lehet, vagy hát akkor már úgy nem az igazi, értitek? Úgyhogy nekem így ez a kollagén akkor reggel kiesik, nekem ez az én életmódomhoz sokkal jobban passzol ez a kapszula, és szerintem használ. Egy napi adagban 1000 mg kollagén van. Meg van még benne B2, B3, C és cink is, tehát szerintem ez egy jó dolog. Én nem szedek emellé más vitamint, tehát ez az egyetlen, amit szedek, mert egyszer jól megjártam, túladagoltam a cinket, nem figyeltem, több vitamint szedtem. Nem volt fincsi annyira, vagy nem éreztem annyira jól magam aztán. Az utolsó random kedvenc, és mindenképpen ide akartam hozni, mert ez egy igazi nyári kedvenc, és annyira nem tesz jót a külsővel, úgy gondolom, de az idegekkel leginkább. Ez egy Hofer márkájú, Grandessa márkájú Marine Ice Knödel, gyerekek. Hogyha van ilyen Magyarországon, nem tudom. Nem tudom, hogy ez így osztrák dolog-e. Pontosabban az Ice Marine Knödel, az egy osztrák tradicionális édesség, igen. És ez így néz ki, hogy ha látjátok, akkor mindenképpen próbáljátok ki, mert. Most mindjárt elmondom nektek a történetet. Amikor én ide kerültem Ausztriába, akkor találkoztam először a fogalommal, az Ice Marine Knödellel, például a Tichinél. Tehát a Tichi csinálta az elsőt, és szerintem ő le is védette, lehet, hogy azért is nem úgy hívják, hanem Marine Ice Knödelnek, valószínű, ebből indulok ki. Tichi maga az egy ilyen tradicionális bécsi fagyizó, egy ilyen családi vállalkozás, már nem is tudom, hogy mióta, régóta, és ők csinálták először ezt az Ice Marine Knödelt, amit úgy kell elképzelni, mint a képen láthatjátok, ez egy gombóc, ez egy fagyi gombóc, és akkor be van borítva, nem tudom, hogy ők mivel csinálják, de lényegében ilyen valamiféle morzsával, vagy ilyen waffle morzsával, vagy zsemle morzsával, és valamiféle mogyoró darálmánnyal, vagy ilyen, mit tudom én, de nagyon finom. Kicsi porcukor van a tetején, ez a fagyi bele van pörgetve ebbe a cuccba, és a közepében van egy ilyen barack lekvár-szerű
történet. Nagyon finom, én a Tihinél ettem először, mert a párom is mondta, ez az igazi, neked ezt ki kell próbálni, a tradicionális izé. Elmentünk a nagyon nívós Rollmannplatzra, és onnan hoztunk gombócokat, mert a párom anyukája is nagyon szereti, úgyhogy egyszer meg voltunk hívva ebédre, és akkor vittünk, onnan el is lehet vinni, ott is meg lehet enni minden. Amúgy a fagyiukat még soha nem próbáltam. Tehát voltam már többször a Tihinél, de fagyit még nem ettem tőlük, az nem tudom, hogy milyen, de érdemes kipróbálni, hogyha itt jártok. Amúgy több étterem is Bécsben és Bécs környékén forgalmazza magát ezt a Tihi gombócot. De érdemes kipróbálni, mert ez egy ilyen tradicionális édesség. És én mindig azt hittem, hogy a Tihi gombóc az a világ legjobb ilyen Eismarinknödelje, vagy Marineisknödelje. Igen, a Tihi az igaz, és azt csinálja a legjobbat. Amíg sem a kolléganőm hozott be a rendelőbe ebből a hóferesből, az ilyen, hát kamu Eismarinknödelből, Marineisknödelből, és kipróbáltam, gyerekek. Nekem ez 10-szer jobban ízlik az eredetinél. Úgyhogy lényegében ez viszonylag elég hosszan végigkísérte a nyarunkat, nem csak nekem, a páromnak is, mert ő is jobban szereti ezt most már, mint az igazit, és nagyon finom, nagyon, nagyon, nagyon finom, mert ennél is érezni azt a, hogy mondjam, van benne, tehát ez nem egy ilyen sima gombóc, hanem van benne valamiféle ilyen rumos, alkoholos touch. Nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, és ennél is lehet érezni, mert én kipróbáltam a spárosat is, az valami retek szar, de ez a hóferes, ez valami isteni. Több ismerősömnek továbbadtam az ajánlást, aki eddig kipróbálta, azt mondta, hogy ez sokkal jobb, úgyhogy igen, ez az én nyári kedvencem így édesség szempontjából. Ugye engem azért nem csak nyáron, hanem igazából mindig le lehet nyűgözni fagyival. Most térjünk is rá a termékekre, mert van egy pár, amit idehoztam, és próbálom nem ismételgetni magam, de lényegében biztos, hogy idén ezeket azért láthattátok a csatornán. Próbáltam lebontani nem normál kedvencekre, hanem ilyen nyári dolgokra, amik nekem nyáron nagyon beváltak és ahhoz kapcsolódnak. És el is kezdeném mondjuk a bőrápolással, fényvédelemmel. Ezeket is láthattátok nyáron, de mindenképpen megosztom, mert talán többen fognak rá kattintani erre a videóra, mint akármelyik ilyen össze-vissza vlogomra, ahol mondjuk 15-ször már megmutattam. Fényvédő. A kedvenc fényvédőm idén, nyáron, és nem csak nyáron, hanem már tavasz óta igazából, a Beauty of Chosannak a Relief Sun Rice and Probiotics 50 faktoros fényvédője. Imádom. Egyszerűen imádom. Ugyanúgy imádom, vagy talán még jobban is, mint a Revoxosat. A Revoxosat idén nem sokat használtam, egy párszor mondjuk, de ez valami imádnivaló, és nagyon szereti a bőröm, és mindenkinek tudom ajánlani, egyszer mindenképpen próbáljátok ki. Szerintem jó ára van, vagy megéri az árát, jól beszívódik, jó rá sminkelni, nem zavar, nem irritál, nem csipi a szemem, pedig aztán tényleg mindenhol felkenem, és egyszerűen valami tökéletes, de erről már beszéltem. A másik kedvenc fényvédőm, ami jól működik sminkkel, és ezt ilyen toppingnak szoktam felfújni a strandon, legalábbis lényegében, amikor vízben voltam, akkor mindig felfújtam a fejemre, nyakamra. Az a La Roche-Posay-nak az Antelios 50 pluszos Invisible Easy Application Anti-Shine Mistje. Íme. És ez nekem elfogyott, ez teljesen üres, viszont kibírt két nyaralást, nem gondoltam volna, tehát ezt csak akkor használtam, amikor tényleg bementem a vízbe, és vagy napoztam, de nem napoztam igazából, vagy nagyon keveset, de hogyha kim voltam a napon, és vízben voltam, vagy vizes lett az arcom, vagy izzadtam, akkor mindig utána fújtam, és alapjáton is, hogyha nem, akkor mindig fújtam egy kis boostot rá, hogyha tudtam, hogy nyilván újra kimegyünk. Nagyon jó. Nem hagy réteget, mert például a Vichy, a kedvenc, az egyik kedvenc Vichy szprém, az hagy réteget. Az azért kicsit csillog. Ez nem. Ugye én mindenképpen ezt újra fogom venni, ez egy tökéletes spré. Nyilván a testemre nem szoktam fújni, hanem csak az arcomra, mert a testemen szeretem, hogyha van egy kis barnaság, most látjátok, hogy van egy kis barnaságom, nagyon-nagyon élvezem egyszerűen. Viszont az arcom az megmaradt azért eléggé fehérnek, szerencsére. És szerintem ez a kettő dolog tehet arról,
hogy én nem lettem szeplős egyáltalán most nyáron. Meg a kalap. A kalapot most nem hoztam ugye ide, mert azt majd mindenképpen a ruhatár kedvencekben láthatjátok, csak hogy így spoilerezzek egy kicsit. Ez a kettő termék nagy mértékben felel azért, hogy én nem kaptam itt például szeplőket. Egyáltalán nem. Úgyhogy nagyon örülök neki, nem égtem le, nem kapta meg az orromat a nap, semmimet nem kapta meg a nap, és egyszerűen nagyon örülök neki. Ez a két termék az az, amit mindenképpen újra veszek. Ez már szerintem ez a harmadik, azt hiszem. Egyet? Igen, egyet. Mert amúgy is láthattátok a többit az ilyen arcápolási rutinomban, és ezt is. Viszont ez kimondottan nagyon jó volt nyáron, napozás vagy fürdés után, vagy amikor sokat fényvédőztem, és úgy megterhelő volt a sós víz például az arcbőrömnek, mert azért éreztem, hogy néha csípök. Nem tudom, hogy mondjam, tudjátok, amikor így pofán vág a hullám, aztán még benn vagy a vízben, de így megszárad az arcodon ez a sós víz, és akkor még ott szarakodtam a matracon, például éreztem, hogy itt, ahogy dörgölődik a nyakam ezzel a sóval, hogy ott úgy ki, nem láttam, hogy kimarja, de éreztem, hogy irritált. És hazamentem, arcmosás, jól lemostam, és ez volt az, amit úgy beszívott utána a bőröm, ezt a csiganyálat, és annyira kellemes volt, hogy ez ilyen irritált helyeket annyira jól ápolta, és kellemes, hűsítő, beszívódott, valami isteni, úgyhogy ez a második üvegem belőle, nagyon kevés kell belőle, és minden nap használom, sőt nyáron, hát amikor ugye a strandon voltam, akkor többször is egy nap felkentem magamra, ez a Cosrx-nek, csak hogy a nevét is mondjam, az Advanced Nail 96 ilyen csiganyálas eszenciája, nagyon kellemes, és beszívódása után hidratáltam az arcomat még extrán, de volt úgy is, hogy napközben nem raktam már extra hidratált, hanem egyből erre raktam rá a fényvédőt. Nagyon segített az arcomnak, nagyon jó érzés volt az arcbőrömnek, nem csak az arcbőrömnek, egészen levittem a dekoltázsomra, nagyon kellemes, úgyhogy ez is egy nyári kedvenc. Ha már az arcnál tartottunk, van itt egy pár smink termék, nem sok minden, vagy hát nem igazán vettem, vagy vettem pár újdonságot, azokat még nem mutattam meg nektek, de még azokat lehet, hogy le kell, vagy le fogom tesztelni egy videóban, majd még lehet, hogy meg is mutatom. Lényegében, amit akartam mondani, de erről már beszéltem amúgy is, nekem lényegében a smink rutinom az nagyban megváltozott így június közepe óta, azt hiszem, hogy így mondhatom úgy, vagy július óta. Talán nem csak június óta, hanem azóta, amióta feltöltöttem a homlokráncomat, azóta valahogy teljesen más, hogy sminkelek, vagy más, hogy ül rajtam a smink, és ez így tök jó, viszont megváltoztattam a hozzáállásomat a sminkhez. Én úgy gondolom, hogyha egy visszatekint, én nagyon szeretek sminkelni, de hogyha egy visszatekintek, én nagyon vastagon sminkeltem, és mindig, szinte mindig teljes fedéssel sminkeltem, és egész nyáron szinte alig volt rajtam alapozó, most is csak egy ilyen színezett hidratáló van rajtam éppen, hogy és korrektor. A korrektorral is figyelek, mert a korrektorból is nagyon keveset teszek már, mert észrevettem azt, hogyha többet teszek, és el akarom fedni a szem alatti karikáimat, most is láthatjátok, hogy vannak a szemem alatt karikák, nem érdekel, akkor egyszerűen beleül a korrektor, hogyha meg nem akartam, hogy beleüljön a ráncokba a korrektor, akkor lepúdereztem, és akkor tényleg úgy 10 évvel idősebbnek nézett ki a szem alatti részem. És ezáltal, hogy kevesebb terméket teszek fel, kevesebb púdert teszek fel, lehet, hogy látszanak a karikák, de nem nézek ki idősebbnek, pontosabban így textúrájában, nem? És például a homlokomat amúgy sem igazán kell lepúderezni, mióta nincs rajta ráncom, mert nem folyik bele a termék, most már kicsit azért tudom mozgatni, vagy kicsit lehet így halványan látni a ráncot, de ez normális, még most sem folyik bele a termék. Úgyhogy viszonylag a kezelés maga egészen hosszan tart, én úgy gondolom. Szerintem azért karácsony előtt el fogok még egyszer menni, de majd meglátjuk. De lényegében átváltoztattam a smink rutinomat egy minimál rutinná. Kevesebb smink, kevesebb alapozó, kevesebb púder, és kevesebb mindenféle sok dologból. És úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezáltal is tűnök talán üdébnek. Nem tudom, de minden esetre sokkal jobban érzem most így jelenleg magam. Holott
Nagyon szeretek sminkelni, tehát ez mindig meg fog maradni. Hogyha keveset is sminkelek, mindig szeretem magam kisminkelve. Lényegében már munkahelyre sem igazán használok alapozót, csak korrektort, és teljesen jól érzem magam, és maga a rutin, vagy maga az a smink, ami most az arcomon van, teljesen jól kibírja a munkanapokat maszkban is. És ehhez hoztam egy-két terméket, ami a kedvencem volt, szinte csak ezeket használtam a nyáron, és mindenképpen meg szerettem volna őket még egyszer mutatni. Az első termék, ami szerintem a legfontosabb, és ezt használtam a legtöbbet, ezt használtam lényegében, ez egy korrektor, szinte alapozónak, vagy nem azt mondom, hogy mindenhova, csak azokra a helyekre, amik fedést igényeltek. A Diornak a Backstage Flash Perfector korrektorát használtam, őt az 1N árnyalatban, csak nem tudom most megmutatni, mert már lekopott róla, de ez az 1N árnyalat, és ez tökéletes volt nekem, most is tökéletes, most is ez van a szemem alatt. Nem akarom kiemelni a szemem alatt, hogy annyira világos legyen, mert nem akarok sok korrektort, nem akarom, hogy bemenjen a ráncokba, nem akarom, hogy nehéz legyen. Úgyhogy csak azokra a helyekre tettem. Volt, hogy pattanásra se tettem, mert nem érdekelt. Amit ki akartam kicsit emelni, de ezt láthattátok is 60-szor a videókban. Egész nyáron velem volt, és most is velem lesz, és nagyon szeretem, és újra fogom venni. Az egyetlen mankója az egésznek az az, hogy kifolyik a termék belőle, vagy így a csavarás által, tudjátok így. Most én letakarítottam, de most már megint valami borzasztó. Összekem mindent. És érezni lehet, hogy így becsavarod egyszer, hogy így kijön a felesleges termék, ezt nem tetszik benne, és ezzel így pazarlóvá válik az ember, holott én úgy gondolom, nem tudom, hogy mennyi van benne, várjatok. 11 milli, tehát elég sok van benne, és nagyon sokáig elég, én tavaly nyáron vettem, vagy tavasszal. Nagyon sokáig elég nekem, most is még nem azt mondom, hogy tele van, de a fele még biztos, hogy benne van, nyilván annyira nem látni bele. Az egyetlen szar dolog az az, hogy így, hogy ez a záródás valahogy ez nem tetszik. Amúgy maga az applikátor az tök jó, mert egy ilyen ecsetes dolog, remélem látjátok, tök jó felvinni, és kevés kell, nagyon kevés kell belőle, és a legjobban szerintem az új begyek kellett eldolgozni a kezed melegével, szinte egyé válik a bőrrel. Amit ehhez használtam, és ez a családba tartozik, a termék családba, az ez a Dior Puder, ez is a Backstage Face and Body Powder, No Powder, ezt is láthattátok, szintén tavaly nyáron is benne volt a kedvencekben, szintén az 1N árnyalatban, ez a sötétebb, ez most nekem tökéletes, és láthatjátok, hogy viszonylag sötét, de gyönyörű ez a puder, ezt kimondottan szem alá nem használom, mert szintén sötét a szem alá, de mindenhova, máshova nagyon lágyan felviszem, nem ad egy ilyen púderes finist, hanem egyszerűen, nem azt mondom, hogy mattít, hanem ilyen érdekes, ilyen szaténos fényt ad, de nem annyira púderes, mint a kedvenc megpúderem, ami ez a, mi a neve? Skin Finish Natural. Nem annyira púderes, hanem sokkal szebb, szerintem. Sokkal szebb annál, de azt is szeretem, de annál az már úgy kicsit engem öregít, úgy gondolom. Viszont, hogyha mattabb finisht szeretnék, akkor a MAC-et szoktam alkalmazni, de ez valami gyönyörű. És ez gyönyörű alapozó nélkül is, mert nyilván én csak korrektort szoktam, és nem szoktam alapozni. Alapozó nélkül is kicsit fényvédőre rátenni, és egyszerűen valami tökéletes. És akkor van itt egy viszonylag újabb termék, pontosabban nem, még van itt egy puder, amit meg a szemem alá szoktam alkalmazni. Ennek nincs fedése, és ez a jó kis retkes púder itt, ez a NARS-nak a Translucent Crystal, azt hiszem az a neve, igen, púdere, ami egy ilyen hófehér púder, ez a mini verzió, én ezt próbának vettem, és meg fogom a nagy méretet is venni belőle, vagy hát nem tudom, ez szerintem nagyon sokáig tart, lehet, hogy még egyszer a minit fogom megvenni belőle, mert utazásra tökéletes. Ezzel szoktam a szem alatti korrektort, őt, vagy hát nem csak a szem alatt, hanem mindenhol lefixálni az orrom mellett, kicsit itt a homlokon, ha teszek, de nem szoktam általában, csak hogyha van egy kis pirosságot. Szemem alatt, körül, állam, orrom. Ahol korrektor van, azt általában ezzel szoktam lefixálni. Nem ad extra fedést neki, de nagyon szépen úgymond mattít,
és talán van egy kicsit, nem azt mondom, hogy érdekes így, ilyen sugárzó talán, és ezt nem tudom, hogy így élőben lehet-e látni, de lehet, hogy inkább videófelvételen jobban lehet látni, bár mondjuk szerintem most annyira nem. Tehát még látni lehet ugye a karikáimat, és ezzel most nekem nincs bajom, mert legyenek ott mindegy. Nagyon szeretem ezt a textúrát, ami a szemem alatt van, tehát olyan, mintha nem lenne ott semmi. Úgyhogy ez a NARS Puder, ez mindenképpen a kedvencem, mert olyan, mintha ott se lenne. Hogyha száraz a bőröd, vagy ha vannak száraz foltok, azokat mondjuk hajlamos kiemelni. Tehát egyszer pudereztem le a homlokomat vele, és láttam, hogy ad egy kis textúrát, úgyhogy mindenképpen erre érdemes figyelni. Viszont az újdonság, ami egy alapozó, vagy ilyen színezett, hidratáló, viszont egészen jó fedése van, én nem szoktam építeni, az a Wet n Wild-nak ez a Tinted Hydrator Bare Focus színezett hidratálója, amit nagyon élvezek, nyaralásra is vittem, tehát már egy két hete, nem azt mondom, hogy egyfolytában hordom, vannak napok, amikor hordom, és múlt héten mentem vele dolgozni, tehát kipróbáltam, nagyon jó. Én nagyon keveset szoktam feltenni belőle, tehát nem szeretném, hogy ilyen alapozós hatása legyen, de hogyha szeretnék jobban kinézni, vagy ha dolgozni megyek, akkor fel szoktam kenni, és amit szeretek, összedolgozni jól a fényvédővel, mert akkor nagyon gyönyörű finish lehet kapni, szinte, mintha nem lenne rajtad semmi. Viszonylag ilyen, hogy mondjam, médium és gyenge fedése van, tehát közepes gyenge fedés, fel lehet építeni, én nem szoktam, mert akkor kicsit nehezebbnek tűnik, viszont nagyon szépen kiegyenlíti a bőrfelszínt, és nekem ez a fontos most ebben az esetben. És ez a Light Medium árnyalat, ez az én nyári színem, és meg fogom venni a télit is, az pedig a Fair, remélem, hogy jó lesz. Remélem, hogy a Fair az jó lesz télre, és nem ilyen nagyon rózsaszínes például. De megvettem volna, de nem vettem meg, pedig láttam, most tudom, hogy hol láttam, Hulában láttam, a Bipában lehet kapni. Drogériás, azt hiszem, hogy én a Notinon rendeltem, és 7 eurót fizettem érte, és ez egy szuper termék. És ez az eddigi legjobb szerintem, legjobb ilyen színezett, hidratálós BB krém, hidratáló krém fedéssel féle dolog, ami nagyon tetszik. Kicsit mondjuk érzem nap végére, hogy mondjam, talán picit kifényesedik, de nem nagyon durván, de hogy úgy már lemosnám, tudjátok, azért van egy ilyen, főleg, hogyha meleg van, hidegben még nem teszteltem, de így nap végén érzem azt, hogy jó lenne már lemosni, viszont nagyon szépen ül a bőrön, és gondolom, ez inkább azoknak jó, akiknek szárazabb a bőrük, vagy nem a nagyon zsíros kategória. Általában ilyen nyári kedvences videóba ide szoktam hozni különböző pirosítókat, bronzosítókat, külön-külön megmutatni, highlighter, ez az, amaz nem. Egyetlen egy palettát használtam, ismerős lesz egész nyáron szinte. Ez az Hourglass-nak az Ambient Lighting Edit Universe paletta, amit én Évitől kaptam ajándékba, és tudom, hogy annó miért nem használtam olyan sokat, most már rájöttem. Nekem ehhez a palettához kell egy kis barnaság, és akkor áll úgy a legtermészetesebben, mert ebben a bronzosító szerintem akkor tökéletes, amikor már van egy kis színem, bronzosítók, pirosítók, highlighter, maga egy finishing powder, tehát minden benne van, amire szükségem van. Három terméket, vagy ezt a három dolgot, tehát a bronzosító, pirosító és highlightert szoktam, vagy finishing powdert szoktam a leginkább használni. Ezt a kettőt ritkábban van, hogy a kettőt keverem, ezt a pirosítót. Ezt pedig szoktam mondjuk szemhéjra tenni. Ez így igazából egy highlighter, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Gyönyörű. Tehát azt kell mondjam, hogy tényleg az Hourglass a legfinomabb, a legjobban elteríthető, legjobban építhető, felvihető, legtermészetesebb púdereket gyártja. Mert a kulcsa annak, hogy természetes legyen a smink szerintem, vagy ahogy én így rájöttem, az az, hogy egy termék építhető legyen, tehát lehessen a termékkel finoman bánni. Nekem mindig az a problémám, hogyha valamiből túl sokat viszek fel hirtelen, akkor elkezdem dolgozgatni, és akkor ad egy ilyen extra textúrát, viszont az Hourglass, az nagyon, nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen levegősen felvihető, eldolgozható, mintha ott se lenne. Tehát nekem most rajtam van a bronzosító nyilván, és a pirosító,
és nagyon könnyű vele bánni, azt mondanám. Nem igazán, azt mondom, hogy nem lehet vele túlzásba esni, de túlzásba lehet vele esni, de nagyon szépen építhető, gyönyörű finisse, gyönyörű fényjel, úgyhogy az egész, ami rajta van az arcon most, ez a paletta. Azt hiszem, hogy nagyon hosszú lesz ez a videó, viszont itt van még egy pár smink, szemhéj festék, és ezt nem régóta próbálgatom, szerintem kb. Egy hónapja, de eljött velem Horvátországba is, és amikor a szemhéjamat sminkeltem, akkor ezzel sminkeltem, és nagyon úgymond jó csalódás volt, kellemes csalódás volt. Megláttam ezt a palettát a Catrice-nél, és egyből Natasha Denona jutott eszembe, mert az egyik kedvenc palettám ez a kis Natasha Denona paletta, és megláttam őt, amiben egy kicsit talán melegebb színek vannak, ugye nekem a hűvösebb, nem is tudom, milyen neve. Soft, nem tudom. Mini Glam. Nem tudom, hogy mi a neve, fogalmam sincs, nagyon szeretem, de hiányzott belőle valami hasonló árnyalat, vagy ilyen melegebb barna, és megláttam ezt a DM-ben, és ez szerintem tökéletes, és leginkább ugye ezeket az árnyalatokat használtam, a világosabbakat, és ezt használtam mondjuk így szempillantő kiemelésre, és tök jó ez a paletta. Én teljesen ezzel meg vagyok elégedve. Tehát amennyibe kerül, gyerekek, szerintem ez egy rohadt jó paletta. Mi a neve ennek? 010 Golden Nude Look. Jéme, remélem, hogy látjátok. Tök jó. Úgyhogy ezt mindenképpen tudom nektek ajánlani a drogériából, bár lehet, hogy én voltam az utolsó ember itt, aki ezt megvette, vagy nem tudom, mindegy. Szájtermékek. Nem sok van, meg nem akartam ilyen Carmex-eket idehozni, mert általában nyáron, meg nem akartam a Lisa Eldridge rúzsokat idehozni, mert ugye azokat hordom egyfolytában még most is. De lényegében, amit idehoztam, mert sokszor hordom, és nyáron hordom, kombinálom Carmex-el például, azok az Essence szájceruzák, és ezeket nagyon szeretem. Az egyik kedvencem ez a 303-as Delicate árnyalat, vagy Delicate. Most is ez van rajtam. Nagyon kellemes. Mindenféle ajakbalzsammal szerintem jól kombinálható. Rúzsként is fel lehet vinni. Tudom, hogy sokan nem szeretik, mert ezek szárazabbak, de azáltal, hogy szárazabb, sokkal tartósabb. Én imádom. Úgyhogy Essence szájceruza nyári kedvenc. Ami még nyári kedvenc, ez sem újdonság. A Clarins-től ez, mi a neve? Natural Lip Protector. Van kétféle színen belőle, most én a barnát hoztam ide. Most ez rajta van az ajkaimon a kombinációval, ezzel a kombinációval, az Essence ceruzával. Szerintem tökéletes. Viszonylag tartós, főleg szájceruzával, tehát így ki lehet nyomkodni belőle. Várjatok csak. Most nagyon sokat kinyomtam. Mindegy, most ezt már felrakom. Nem akarom belenyomni a kupakba. De szerintem ezt már tavaly nyáron is említettem, vagy így a költözés környékén akkor szereztem be, és nagy a szerelem még mindig. És egy újdonság, ami nagyon bejött, és ezt meg fogom venni mindenképpen nagyobb méretben is, ez a NARS-nak az Afterglow, azt hiszem az a neve, lip balmja, ajakbalzsama. Ez az Orgasm árnyalat. Nagyon szép. Körülnézek, mert azért ez kicsit azért rózsaszínes. Most jól áll, de lehet, hogy télen, amikor kikopok, vagy hát kikopik a színem, akkor nem lesz majd annyira jó. Viszont nagyon kellemes. Gyönyörű az ajkakon, gyönyörű. És mindenképpen egy ilyen notinos akciónál befogom a teljes méretet is szerezni belőle, mert ez egy ilyen kis ajándék volt, ugye ezért nem fizettem, kaptam hozzá egy ilyen orgazm pirosítót, és akkor ez volt mellé. Kis próbának, tök jó. Kedvenc nyári hajtermékek, van ebből is itt egy pár. Az egyik az egy régi termék, viszont most először életemben vettem meg ezt a variációt, mert nem volt a blush. És én mindig valahogy a blush-t szoktam venni a Batiste-nak a száraz samponából, és kicsit már unom az illatát, mert ilyen elég erős illata van, nem szokott zavarni, meg szeretem, meg ahogy funkcionál, minden oké vele. És nem volt nekik. Vettem ezt a fresh verziót, és rájöttem, hogy hát ennek sokkal jobb illata van, mint a blush-nak. Vagy így nyárra nekem ez jobban bejött, és azt írják, hogy amúgy is látható, hogy ilyen citrusos, napocska, ez annyira jó,
Annyira jó illata van, annyira friss, nem zavar, nem az az ilyen... Nem akarom azt mondani, hogy nem a WC illatosító, mert kicsit talán, de hogy így a hajadon nem zavar. És valahogy ez most nekem sokkal jobban, egész nyáron ezt használtam, sokkal jobban tetszett, mint a blush kategóriája. Egyedül akkor vittem magammal blush-t, amikor a kis verziót vittem, ezt a travel size-t, és akkor is meggondoltam, hogy a másik az jobb, úgyhogy ez jobb, nekem az illata jobban tetszik, mind a kettőre ugyanúgy reagál a hajam, mind a kettő tökéletes. Tök jól működik mind a kettő, mint száraz sampon, viszont az illata valahogy nekem most jobban bejön. És van itt még hajtermékből kettő, pontosabban négy. Négyet akartam idehozni, de az egyiket nem hoztam ide. Redken lila sampon. Tehát az én mindenféle nyári utazás, tenger, nap jól besárgította a hajamat. Az első, a spanyol nyaraláson nem, mert oda szürke hajjal, vagy szürkére tónerezett hajjal mentem, és ahogy visszajöttem, igazából normál színe volt, de akkor nagyon durván beszürkítettük. Most meg nem szürkítettük be, mert úgy voltam vele, hogy amúgy is szeptember van, most meg sárga lett lényegében, de ez már a hamvasított verzió, tehát ennél volt rosszabb is. Hihetetlen, hogy mire képes a sós víz és a napfény, még akkor is, hogyha mindig volt rajtam, szinte mindig sapka, kivéve a vízben, ugye? De szerintem ez a sós víz egyszerűen, meg maga a kombináció. Én nem hoztam ide a Redkennek a lila samponát. Redkennel nem vagyok jóba, ezt már mondtam, és nektek nem tetszik. Nem, viszont a lila sampon az valami isteni tőle, nem tagadom. Én keverem kirasztázzal. Nem szoktam magában rá tenni a hajamra, mert iszonyatosan szárít, tehát mindenképpen keverjétek. Vagy hogyha, tehát a Redkennek is van maga nyilván ez a sampon, és hozzá a kondicionáló, ami szintén egy ilyen lila, zsírosabb dolog. Lehet, hogy azzal keverve annyira nem szárít, én viszont mindenképpen azt szoktam csinálni, hogy egy hidratáló samponnal szoktam összekeverni ezt a hamvasító dolgot, mert ugye samponnak mondjuk, de ez igazából egy ilyen festék dolog, ezt a kettőt összekeverni, és úgy megmosni, és utána még valami hidratáló maszkot feltenni, mert iszonyatosan szárít, de nincs mese, kell mégis a hamvasító sampon nekem, és főleg ilyen nyaralások után. Ami egy újdonság, és hát jó, annyira nem új, mert már szinte elhasználtam, tehát szerintem egy hónapja használom körülbelül, felváltva a kirasztáznak a maszkjával, az a Coco and Eve-nek a Like a Virgin nevű, mi ez? Coconut fig, tehát kókusz és füge hajmaszkja, és nem rendeltem meg még, pedig tervezem megrendelni a sampont is. A maszkot rendeltem meg egy ilyen kis verzióban, és elég erős ilyen édeskés illata van, amit általában én rosszul vagyok, de valahogy így a hajamon nem zavar. Isteni lesz tőle a haj, nagyon puhává varázsolja, és nagyon szeretem a hajamon, és szerintem ki fogom próbálni magát a többi terméket is, hogyha nem is mindig, de akkor így váltogatva, mert szerintem ez egy szuper dolog, és nem vettem észre, hogy nagyon kiszáradna tőle utána, vagy hogy csak egy ilyen pár napig tartó effekt lenne. Nagyon kellemes, nagyon szépen kifésülhető utána a haj, nem zsírosodik, nyilván én csak a végekre szoktam felvinni, de nagyon tetszik, hogy meg fogom rendelni belőle a nagy verziót is, és mindenképpen fogom, szerintem ki fogom próbálni a sampont is. Azt hiszem, hogy van nekik csomagjuk is, talán Notinon láttam, úgyhogy mindenképpen Coco and Eve nagyon bejött ez a Like a Virgin, a többi terméküket még nem próbáltam, meg az önbarnítójukat sem, ez az első, amit kipróbáltam. És akkor még nyári kedvenc és szintén haj, amik nekem nagyon segítettek, hogy ne száradjon ki a hajam a tengerparton, tehát ez kimondottan a tengerpartra használtam, napon használtam, ez a Bumble and Bumble Hairdressers Invisible Oil Primer. Ez nekem iszonyatosan sokat segített szerintem, mert minden egyes fürdés előtt, tengerben fürdés előtt én befújtam ezzel a hajamat, átfésültem, feltekertem konyhba, ráraktam a sapkát. Nyilván nem sokat segített, hogyha beleburultam a vízbe vagy valami, de szerintem ez lényegében egy csodaszer, mert
ahogy kimostam a hajamból a sós vizet, nem éreztem azt, hogy kiszáradt volna. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és megmutatom így is nektek. Ez a kis verziója, tehát hogy fel tudjam vinni, vagy fel tudtam akkor vinni a repülőre, és még van benne valamennyi. Talán így ennyi. És ezt vittem magammal Horvátországba is, és vittem magammal Spanyolországba is, és mindenhol nagyon sokat használtam. Nagyon kellemes. Nem ad egy ilyen zsíros érzést, tehát viszonylag így beszívódik, nagyon jó illata van, és azt mondják, hogy nedves hajra is lehet tenni, és szárazra is. Én mindig szárazra tettem, vagy szinte mindig, és figyeltem, hogy jól belemasszírozzam a hajvégekbe, úgyhogy szerintem ez nagyon sokat segített, hogy ne strapáljam le a hajamat, mert nem veszem észre azt, hogy most hazajöttünk a nyaralásokból, és hogy úgy száraz lenne, úgyhogy ez szerintem egy jó dolog. És ami még nagyon sokat segített, közben fontos, és az utolsó hajas termék, amit az egyik nézőmtől kaptam ajánlásba, és meg is rendeltem, az a Leonor Grey-nek ez az, milyen olaj? Hajolaja, ami kimondottan ilyen napkárokra és sós vízre specializálódott, és valami isteni. Vittem magammal, nyilván ugye Spanyolországba először, minden nap bekentem vele a hajvégeket, és volt úgy, amikor tudtam, hogy fürödni megyek, vagy vízbe megyek, hogy befújtam ezzel a hajamat, aztán még rámentem mindenhova az olajra, meg kit érdekel, hogy zsíros a hajam, utána úgyis ugye megmostam, szerintem ez is nagyon sokat dobott, és lényegében ezt azért minden hajmosás után szoktam most is használni, holott nem megyek napra, lehet, hogy de kéne szoknom róla, nem tudom, de annyira jó illata van, és annyira Spanyolországot hozza valahogy vissza. Nagyon-nagyon finom. És viszonylag nem azt mondom, hogy nehéz beszerezni, de én a Niche Beauty-ról tudtam megrendelni, és ez a kicsi verzió, ami egy ilyen ajándék, nem is ajándék, hanem ilyen kis travel size dologban volt benne egy sampon és egy maszk, a maszkot kipróbáltam, annyira nem jött be például nekem, vagy úgy nem éreztem azt, hogy a maszkja annyira hidratálna, viszont az olaj az valami isteni. Nagyon-nagyon jó. És látjátok, hogy ez két nyaralás, több mint két hét használat, szinte minden nap, meg még hajmosások után is nagyon kevés kell belőle, izzantosan kevés kell belőle, és inkább ezt elrakom, hogy a következő nyaralásokra is jól legyen, de nagyon hidratál, táplál. Könnyű vele túlzásba esni, tehát hogyha kicsit többet teszel ki, akkor erősen zsírosnak tűnhet a hajad, viszont aki különböző ilyen, mit tudom én, trópusi nyaralásokra megy, és tengerpartra megy, és víz alá megy, annak mindenképpen ott teljesen mindegy, hogyha száraz a hajad, lestrapált, szőkített, akkor az sokkal fontosabb, hogy hidratált legyen, és szerintem ez a kettő dolog, ez nagyon jól hozzájárult ehhez. Úgyhogy igen, az utolsó kedvenc, azt viselem, a hajam. Ez a póthajam a Charmantól, amióta megvan, nem azt mondom, hogy nagyon sokat hordom, mert munkában nem szoktam hordani, de alkalmakkor, vagy videókor, vagy amikor úgy érzem, hogy kell, akkor felcsatolom a hajamra, és teljesen máshogy érzem magam, annyival jobb, annyira jó tesz nekem, hogy hosszabb lesz, és egyszerűen maga ez a klipses megoldás, ezek ilyen varrásmentes clip-in extension, mi a neve annak? Póthajak. Nem azt mondom, hogy láthatatlan, vigyázni kell vele, és van egy mód, ahogy általában láthatatlanná tudom tenni, akkor ezeket az első részeket így hátra szoktam csatolni, akkor beszeretném így bomba biztosítani szél ellen, hogy hátul ne látszódjanak ezek a clipses dolgok, vagy hát maga a clips nem látszik, csak hogy nem passzol annyira a színe az én tőszínemhez, akkor általában így hátra szoktam kis hullámcsattal tűzni. Különben annyira jót tesz nekem ez a haj. És mivel ilyen jól érzem magam tőle, elgondolkodtam azon, hogy rakassak-e fel tépeket, tehát ugyanettől a cégtől a felragasztósa, tehát tudjátok, az ilyen szendvicses felragasztható haj, nem tudom még. Ugye azok azt hiszem, hogy 6-8 hétig vannak a fejedem, vagy a hajadban, és akkor utána nyilván újra kell őket rakni, meg természetesen megy az ember fodrászhoz vágatni, meg festetni. Gondolkodom rajta, nem tudom. Egyszerűen kérek egy ilyen tanácsadást, hogy esetleg
tudnak-e olyan tépeket, vagy van-e olyan színük, ami az én hajamhoz illene, mert ezt is eléggé nehéz volt megtalálni. De a tépeknél talán könnyebb, mert ugye két oldalról ragasztott fel a hajadra, így lehet különböző színeket is összeragasztani, hogy úgymond természetesebb legyen, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem ismerem annyira ki magam. És a tépeknél azért, hogyha jól van felragasztva, akkor szinte láthatatlan, mert vannak nekik ezek az invisible, láthatatlan felragasztós dolgaik is, meg ilyen annyi minden van, ezek a baby light-os tépek, amiket szintén alig lehet látni. Úgyhogy ezen még gondolkodom, nem tudom, hogy megcsináltatom-e. Viszont annyival jobban érzem magam ezzel a hosszú hajjal, hogy az valami hihetetlen, én sem gondoltam volna. Jó, akkor ennyit a hajról, és van itt egy pár illat, amit idehoztam. Van ebben, nem is tudom, kettő új, vagy nem tudom. Az egyik újdonság parfüm, ami nyári kedvenc, de szerintem ez nem kimondottan egy nyári illat, hanem szinte mindig jó. A Jo Malone-tól ez a Pomegranate Noir, valami istené, és nem a tipikus nyári illat, van benne valami kis füstös. Kicsit, nem azt mondom, hogy hasonlít a Coco Noir-ra, mert a Coco Noir-ra nem mondanám, hogy nyári illat, pedig én azt nyáron is imádtam, és most nem vettem még újra, ugye az a parfüm, ami leszánkózott a fürdőben, és összetörött, sajnáltam. Leszánkózott? Ne. Lelökte a párom, és összetörött, de kaptam helyette egy újat. Pontosabban mondta, hogy vesz nekem egy új parfümöt helyette, mert olyan rosszul érezte magát. Utána még rosszabbul érezte magát, mert hetekig szagoltuk a Coco Noir-t a fürdőben, és nem csak a fürdőben, hanem magában a porszívóban is, ugyanis a szilánkokat felporszívóztuk, mert annyira ripityára törött, és maga a porszívó is. Nekem tetszik. Még mindig olyan illata van, mint hogyha a Coco Noir lenne benne, ahogy így porszívózom. Így mondta, hogy hát szeretne nekem egy új parfümöt venni, mit szeretnék, és helyette egy másikat választottam, majd megmutatom azt is nektek, nem a Coco Noir-t, hanem az egyik kívánságlistás parfümömet, isteni az is, de nyári kedvenc, Jo Malone, én ezt nagyon szeretem, gyümölcsös, kicsit édeskés, füstös, de friss, és viszonylag azt mondanám, hogy tartós, tehát azt mondom, ez egy tartós parfüm, ezért is vagyok vele elégedve, mert sokszor az az érzése, hogy manapság nagyon nehéz olyan parfümöket találni, amik nekem tetszenek és tartósak. Ez ilyen édes, vattacukros, összeragad a segget tőle parfümökből könnyű olyat találni, ami tartósabb. A frissebb és különlegesebbekből, vagy ami nekem tetszik, inkább azt mondanám, egyre nehezebb. De ezzel nagyon meg vagyok elégedve. Aztán, ezt már láthatátok, mindig mutogatom Acqua di Parma, Colonia Club, férfi, női, vagy hát nem, ez férfi parfüm, de nekem ez teljesen mindegy. Nagyon szívesen használjuk mind a ketten, így néz ki. Nekem ez Dél-Olaszország, mert akkor vettük és azt vittük, mind a ketten ezt vittük magunkkal. És igazából az összes nyaralásra idén ezt vittük magunkkal. De attól függetlenül Dél-Olaszország jut az eszembe róla. És van itt még kettő apróság, és mind a kettőt Gigitől kaptam. Ezt tavaly kaptam tőle, az Hermes-től ezt a mintát. Azt hiszem, hogy tudom mi a neve, Citron Noir. Igen. Ez is a kölni. Tehát mind a kettő, a Jo Malone is kölni, mind a három. Az Acqua di Parma is kölni. És az Hermes is az, Citron Noir, isteni. Isteni télre, őszre, nyárra. Valahogy ezt így mindig jó hordani, figyelni kell rá, mert amúgy látjátok, hogy mennyit használtam belőle. Nem kell sok belőle, én mindig csak ide szoktam cseppenteni, és annyira erőteljes, kölni létére, és nagyon hosszantartó, viszont ez ilyen minden évszakos a számomra, valahogy minden évszakban más jegye tűnik elő úgy erőteljesebben, nagyon kellemes, de vigyázni kell rá, mert lehet, el lehet túlozni. És ezt is Gigitől kaptam, ez egy kis minta, ez a Louis Vuittontól, a Pacific Chill íme, ami
szintén majdnem elhasználtam, de spórolok vele, de többször magamra fújtam, és mindig kaptam rá dicséretet. Ez egy ilyen, hogy mondjam, kicsit ilyen dinnyés, nyári parfüm. Nem azt mondanám, hogy az az igazán különleges, de valahogy ezt így nagyon jól összerakták. Az is biztos, hogy nem fizetnék annyit érte, amennyibe kerül, de hogyha esetleg igének vannak még ilyen hasonló mintái, akkor nagyon szívesen elfogadom, mert nagyon sokan megdicsérték, hogy milyen jó illat, és tényleg jó illat. Ez egy ilyen mainstream nyári parfüm, ami semmi különös, de mégis nagyon elbűvölő. De nem fizetnék rá, most tudom mennyibe kell, 260 euróba kerül, vagy valami hasonló, ilyen abszurd ára van. Igen, nis, ezt el lehet róla mondani, vagy hát ugye az üzletben kapható, vagy a Louis Vuitton oldaláról megrendelhető, de annyira ez nem jó, meg ráadásul óriásiak a kiszerelések. Jó, azt hiszem, hogy ennyi lett volna a videó, ugye? Hogyha tetszett ez a mai videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!